World of Warcraft kötetek széles választéka a Szukics könyváruházából. Ha jó könyveket akarsz, itt megtalálod őket. A történet kezdetén a démoni lángoló légió seregei Azshara, az éjtündék királynőjének hadhatós segítségével betörnek Azeroth világára, hogy minden élőt elpusztítsanak, vagy a szolgálatukba állítsanak. Azt viszont csak az a kevés, a jövőből visszakerült beavatott hős tudja, hogy a háttérben még nagyobb és még hatalmasabb erők készülődnek a mindenség elpusztítására. Az Ősök háborúja az egész Warcraft univerzumra kiható eseménysorozat, ami örökre megváltoztatta a világ sorsát. Üdvözletem, hölgyeim, uraim, én Szilandor vagyok, és hát ismét eljött egy olyan pont, hogy egy olyan trilógiát mutathatok be nektek, ami azért nagyon meghatározó volt a Warcraft univerzumra, és hosszú idő után ismét forgalomba kerül az Azeroth történelmének legnagyobb háborúját bemutató könyvsorozat, melyet ezúttal lélegzetelállító, kemény fedeles, újra lektorált kiadásban hoznak el nektek. Őszinte leszek, szerettem volna egy kicsit beszélni a könyvnek a tartalmáról is, de amúgy rá kellett döbbennem, és sőt, engem is megdöbbentett konkrétan, hogy nagyon sokan nem ismerik ezt a könyvsorozatot, és én nem akarok az az ember lenni, aki lelövöm másoknak a spoilert, illetve a poént az egészben. Én csak javasolni tudom mindenkinek az olvasását, hiszen én magam is olvastam, igaz, nekem még nem volt szerencsém magyarul olvasni ezt a változatot, de igazából már alig várom. Annyit mondhatok, hogy egy időutazásról lesz benne szó, ami valljuk be őszintén egy nagyon kényes téma a Warcraft univerzumban, mivel voltak sajnos úgymond ilyen csetlések, botlások az idők során, de ez az időutazást amondó vagyok, hogy ezt érdemes elolvasni. Ráadásul ismerős arcok is feltűnnek a történetben, mint például Ronin a mágus, Broxigar az ork harcos, Malfurion Stormrage, Illidan Stormrage, Tyrande Whisperwind, és még nagyon sokan mások is, akik például a lángoló légiót szolgálják, illetve lesznek még olyan ismerős arcok is, mint például nagyon sok sárkány, akit megismerhettek a történetek során, hiszen azért elég szép elbeszélés van róluk. Nos, hölgyeim és uraim, én nem akarom szaporítani a szót őszintén szólva, én javasolni tudom az olvasását minden egyes World of Warcraft fannak, viszont annak is tudom ajánlani, aki éppenséggel most szeretne belecsöppenni ebbe a világba, hiszen ez nagyon sok mindent elmond a Warcraft univerzumról. Én pedig nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, és nagyon szépen megköszönöm a Szukicsnak is, hogy én mutathattam be újfent egy nagyon jó kis könyvsorozatot, és örök hálám nekik. Mi pedig, skacok, találkozunk majd a következő videóban. Mindenkinek további szép napot kívánok, sziasztok!